Kemenes megpróbálja megzavarni a Ferencváros játékosát, a játékvezető pedig egyenőre a játékosokat csitítja. Lama a labda mögött, és belövi! Vezet a Ferencváros a 90. percben a mérkőzésen. Óriási csere volt Roland Lama, mert az első két gólban is elévülhetetlen érdemei voltak. És itt a mérkőzés végén, bár Kemenes érzi az irányt, értékesíti a büntetőt. És másodszor is előnyben a Ferencváros. Kemenes nem hiszi el.